Kedden és szerdán Apátfalván volt látható az az emlőrák szűrő busz, melyet a Magyar Rák Ellenes Liga támogatásával hoztak létre, és jelenleg a Hódmezővásárhelyi Kórház fenntartásában áll. Az emlőrák szűrő állomáson a héten az apátfalvi 45-65 év közötti hölgyek vizsgáltathatták meg magukat. A szűrést az egészségfejlesztési iroda szervezte, amely szoros együttműködésben áll a házi orvosi praxisokkal. Az ő segítségükkel mérik fel, kik azok, akik két éve nem voltak emlőrák szűrés. Elsősorban őket hívják be, de azok is részt vehetnek, akiknél a házi orvos vizsgálatot javasol. Az EFI iroda minden kistérségi településre ellátogat, és az emlőrák szűrést a falvakba viszik. Pontos előjegyzés alapján jönnek, a házi orvosi praxisban az asszisztensek, illetve a szervező adja az időpontokat. Hallottam a kollégáktól, hogy nem nagyon volt elmaradás, majdnem mindenki eljött. 32-en voltak olyanok, akik jogosultak szűrésre a népegészségügyi rendelet alapján, és 17 olyan hölgy jött el, már mondhatjuk azt, hogy diagnosztikai vizsgálatra, akiket pedig a háziorvos úgy talált, hogy el kellene jönni a vizsgálatra. A falubeliek több okból kifolyólag mentek el a faluház előtt álló buszhoz. Félek a betegségtől. Hol hallott, hogy lesz ma ilyen szűrés? Szóltak az orvosi rendelőbe. Milyen időközönként jár el ilyen egyéb szűrésekre? Hát, nem is tudom, voltam már, mert anyukám beteg volt, és akkor azért. Ez nagyon szükséges a hölgyeknek, mert bármi baj adódhat, és akkor szólt az asszisztensnő, és mi jöttünk, írt a beutalót, és jöttünk. Az apátfalviak nagyon örültek a lehetőségnek, hiszen azáltal, hogy az emlőrák szűrőbusz két napig a faluban volt, könnyebben vizsgáltathatták meg magukat a helyi asszonyok. Nem kellett Makóra vagy Hódmezővásárhelyre utazniuk a pár perces vizsgálatért, ez számukra óriási előnyt jelent. Én is azért szeretek eljönni, mert itt van helyben, nem kell Makóra menni, utazgatni, mert az mindjárt egy fél nap, itt meg egy 10 perc, negyed óra megjárjuk. Az emlőrák szűrő busz minden kistérségi településre kétszer látogat el, így minden vidéki érintett anélkül vehet részt a szűrővizsgálatokon, hogy a kórházakba kellene utazniuk.